Gyűjteni jó. Kezdetben csak úgy érezzük, hogy azt a valamit okvetlenül meg kell szereznünk. De később, amikor már egyre több van belőlük, valamilyen titokzatos kapcsolat alakul ki a tárgyak és köztünk. Mire észbe kapunk, már szenvedélyünké vált a gyűjtés. Én a parafadugókat gyűjtöm. Én az icike-picike barátokat gyűjtöm. Plusz állatokat gyűjtök. Én pénzt gyűjtök. Szalvétákat és képeslapokat gyűjtök. Kulcstartókat gyűjtök. Én a Kinder figurákat gyűjtöm. Az osztálytársaim focis kártyákat gyűjtenek, azaz futballistákat ábrázoló kártyákat. Miért éppen ezeket a kártyákat gyűjtitek? Nekem nagyon tetszenek, és szeretem gyűjteni nagyon őket, mert különleges csillogósok vannak benne. Neked mennyi van? 1478 pontosan. Honnan jött ez a mániád? Szeretek focizni, járok is focizni a rendőrti egyesületébe, csatár vagyok, hetente 3-szor van edzés, néha meccsekre is szoktunk menni, edzőmeccsekre. És van kedvenc csapatod vagy focistád? Igen, az FC Barcelona és Lionel Messi. Takes on three, takes on four, beats the goalkeeper! Mióta gyűjtöd őket, és honnan szerzed ezeket a kártyákat? 3 éve gyűjtöm, és a kártyákat újságokban, vagy veszem a saját zseppénzemen, vagy könyörgök anyukámnak, hogy adjon rá pénzt. Mit lehet ezekkel a kártyákkal csinálni? Olyanokat játszani, hogy van egymás ellen valaki mondja a támadást, és az egyiknek 99, a másiknak 70, akkor a nagyobb vitte, és akinek előbb elfogy a kártyája, az a vesztes, és akinek több lesz, az a nyertes. Amikor megkapom őket, szoktam rendezgetni, és szoktam cserélgetni a barátaimmal. A fociskártya cserebere nagy üzemben működik, nem csak az osztálytársak között, hanem az interneten is. Az egyik oldalon egy-egy kártyáért akár 4-5 ezer forintot is adhatnak a megszállottak. Felmérést végeztünk az iskolánkban, hogy kinek hány fociskártyája van. A grafikonon látszik, hogy a 4. és 5. évfolyamosok vezetnek, méghozzá kimagaslóan. És ami igencsak meglepő az, hogy az iskolatársaimnak összesen 21.468 darab kártyája van, amire összesen 894.500 forintot költöttek. És örülhetnek a gyűjtők, mert az idei Európa-bajnokságra új kollekcióval készülnek. Focis kártyákat az újságárusoknál lehet kapni. Ellátogattunk egy ilyen üzletbe kifaggatni az eladónénit. Milyen itt a forgalom és kik szoktak vásárolni? Hát a forgalom az változó, de azért ezeket a kártyákat napi szinten viszik el a fiatalok. Többnyire fiúk vásárolják, hát az változó, hogy milyen korosztály 7-8 évestől egészen a 12-3 évesig. Szokták gyűjteni különböző világbajnokságok, Európa-bajnokságok apropóján kiadott kártyákat, illetve szokott lenni matrica gyűjtő album, amiben különféle matricákat lehet rakosgatni. Itt a teljes csapatokban szereplő összes focista és egyéb játékosok, cserejátékosok képeit lehet összegyűjtögetni. Ami most kapható, ez kártya, tehát ezekből kártyapaklikat raknak össze. Nem tudhatjuk, hogy milyen személyek fényképei, fotói vannak benne. Ez a kibontás után, amit itt a gyerekek sokszor már a vásárlást követően azonnal megtesznek, kibontást követően derül ki, hogy nekik van-e már ilyenjük. Ha van, akkor a baráti körbe szokták egymás között cserélgetni. Kiderült, hogy a focis kártyagyűjtés nem egy mai hóbort. Bakos Fanni apukája, Robi bácsi gyerekkorában gyűjtötte a kártyákat. Akkor még tétje volt a dolognak. Hány éves korában kezdte el gyűjteni őket, és hogy ment ez akkoriban? Hát 11-12 éves voltam, megvettük, nekem a túloldal volt egy trafikot, megvettük, pár forint értékű volt az egész, az osztálytársaimnak is volt, cserélgettük. 86-os világbajnokság volt, azt hiszem Mexikóba, és Argentina nyerte, én akkor a franciáknak szurkoltam. A cél, vagy jobban az egésznek a gyűjtésnek a célja az volt, hogy beküldeni a füzetet, és akkor kaptunk egy focilabdát. Én nekem 2 sikerült beküldenem, és 2 focilabdát kaptam. Tehát gyűjteni jó. A vérbeli gyűjtő pedig egyre többet akar megtudni a kollekciója minden egyes darabjáról. Ez már egy másik, a tudás szenvedélyét eredményezi. Közben megtanul rendet teremteni a tárgyak sokasága között, és értékelni mindazt, amit eddig megszerzett. Tehát fiúk, gyűjtsetek csak szorgalmasan!